szeretettel köszöntünk mindenkit Bhakti Paddas élőadásában, melyben én már másodszorra is a kérdéseitekre fog válaszolni. Megint nagyon sok kérdésünk érkezett, válogatnunk kellett a kérdések között, de reméljük, hogy idővel mindenki kérdésére sor fog kerülni. Akkor kezdjük is az első kérdéssel. Hogyan tudjuk a különböző tudatszinteket elérni? Milyen eszközeink vannak arra, hogy a legmagasabbat megvalósítsuk? Üdvözlöm, kedves barátaim! Örülök, hogy megint találkozunk itt online, és akkor válaszolunk az első kérdésre, hogy milyen szintek vannak, és hogyan tudjunk ezeket elérni. A legmagasabbat. A legmagasabbat. Igen. A legmagasabb szint, volt egy előadás, amit régen tartottam a tudatszintekről, ami beszélt, hogy van az annamaya szint, amikor az ember csak testszinten van, csak enni, aludni, ezeket csak hallgatja. Akkor van pranamaya szint, amikor ember már kezd nyitott tudattal rendelkezni, és próbál tudatosan cselekedni, tudja, hogy valami van törvények, és az szerint kell élni az életet, nem csak úgy, ahogy gondolom, ahogy épp jó esik, vagy rosszul esik. Akkor van gyánamája szint, amikor ember próbál keresni a forrást, tehát akkor ezek a törvények, amik működtetnek az életünket, akár a csakrákat, a ajurvédát, akkor mi a forrás a tudásnak, mi a filozófiai háttere. Ez a gyánamája szint, és az ember ott tudáshoz jutott, hiteles forrásokhoz, és gyakorlatban próbál hozni, és akkor megvalósítást fog elérni, úgy mondják, hogy vigyána mája szint, és akkor megvalósított lesz. Végül eléri ananda mája szintet, amit azt jelenti, hogy boldogság szint. Ez egyik szempont. Van egy másik szempont, ami már azoknak szól, akik lelki gyakorlatokkal foglalkoznak. Ott, hogyha nézünk a legmagasabb szintet, akkor ez a prema szint, vagy a szeretetnek a szintje, a lelki szeretet, de lépcsőfokok következőképpen mennek, hogy srada, ez azt jelenti, hogy bizalom és hit a folyamatban, hogy ez a folyamat, az olyan dolgot nekem ad, ami más nem tud megadni, ez a sráda, akkor szadhusanga, azt jelenti, hogy társulni azokkal a személyekkel, akik szakértők ebbe a gyakorlatba, és engem fognak segíteni, hogy fejlődjek. Szadhusanga, ott jön egy következő szint, amikor én társulok a szakértőkkel, mondjuk a bhakti jogikkal, akkor fel fog ébredni vágy kipróbálni. És akkor én is próbálom valami gyakorlatba hozni, ezt a szintet úgy hívják, hogy bhajana kriya, hogy én is részt veszek, konkrét gyakorlatokat csinálom. És ezt lehet látni, a nézők is tudnak vizsgálni magukba, vannak azok, akik mindig csak hallanak, de egy idő múlva valakik, akik hallották eleget, mondják, na akkor ki is próbálom, itt az idő. Ez a bhajana kriya, amikor ember gyakorol. Utána anartha nivritti, ez a szint, amikor ember észreveszi, lelkes vagyok gyakorolni, de annyi sok akadály van, főleg belül, szokták nekem is írni kommentekbe, aki meditálni, mantrázni próbál, akkor írnak, hát elme elmegy, nem tudok koncentrálni az elmére, vagy az elmét nem tudok összpontosítani a gyakorlaton. Igen, ez anartha nivritti. Nekünk vannak értéktelen tulajdonságaink, szokásaink, ami a mi tudatnak, a szennyeződésnek a következményei, karmának, és akkor ember észreveszi, és kezd ezt tisztítani. Akkor kell tisztítani a szívét a szennyeződésektől, ez anartha nivritti. Utána jön, amikor megtisztul a tudatom ettől a karmától és a stresszektől, mert mindentől, akkor jön nista, megszilárdott. Akkor én mindig tudok gyakorolni, meditálni, engem semmi nem tud megzavarni. Hogyha dicsérnek, vagy
szidnak, boldogság, boldogtalanságban mindig maradok fix ezen a szinten, ez a nista, és akkor most nem megyek tovább, elég jó, hogyha valaki ezt eléri, mert itt kezdődik az igazi fejlődés, ezen a szilárd odaadó, vagy a szilárd gyakorlatnál kezdődik a jó fejlődés, de aztán van persze rucsi, íz, amikor az elmém megnyugodott, és nem zavar többet engem stressz, depresszió, semmi, akkor képes leszek magasabb rendű ízt tapasztalni, így sűrűen. Mindig van íz, mert mindenki, aki kipróbálta valami lelki gyakorlatot, tapasztal, hogy ez milyen jó, de ezek csak ilyen kis az illatok. Igazi íz, amikor valakinek jó kontrollált elméje lesz. Akkor jön a rucsi, utána aszakti, ezek az ízek mélyülnek, és van egy kapcsolat már Istennel, utána jön a bává, amikor ember már önzetlenül kezd érteni, mi a szeretet, és utána a préma, a lelki szeretet. Szóval ez egy nagyon magas szint. Ezek a szintek hogyan lehet elérni? Első, mindig kezdjünk a szadusanga, szóval szerinti társulni, tanulni a szakértőktől, akik a lelki életben már előbb vannak, akkor velük társuljunk. Ez az első. És a többi majd onnan fog adódni. Így remélem nem túl bonyolultan válaszoltam erre a kérdésre. Köszönjük szépen. A következő kérdés az Zsolt kérdése. Azt kérdezi, hogy mi a különbség a valódi élőlény és a mesterséges intelligencia között? Jó kérdés. Az a különbség kettő között, hogy a mesterséges intelligencia, habár funkcionálisan többre képes is lehet, viszont amire nem képes, hogy szeretni valakit. Például lehet beállítani, hogy ember is tud mondani, ezt szeretem, az nem szeretem. Ez kényelmes, ez kényelmetlen. Mesterséges intelligencia tud ugyanazt nekünk produkálni, hogy szeretem, nem szeretem, kényelmes, kényelmetlen, de valódi élőlény, amikor mondja kényelmetlen, vagy kényelmes, akkor ő alapszik a saját érzelmi tapasztalatokra. Ő érez. A mesterséges intelligencia az csak virtuális utánzat, de ott nincsen, aki érez. Ott nincsen, aki, amikor mondja a mesterséges intelligencia kényelmes vagy kényelmetlen, az csak egy imitáció. De nincsen érzés. Mert az valódi élőlény az a lélek, és az, hogy én tapasztalok és én érzek, ez csak lélekképes. És lélektelen mesterséges intelligencia erre nem képes. Ez a különbség kettő között. Például, hogyha embert meg valaki megpróbál megbántani, mondják, akkor most szétszedjünk téged darabokra, akkor megijed az ember. De hogyha egy gépnek mondjuk szétszedjünk, lehet, hogy fog mondani ő is, ne szedd szét, de ott nincsen senki, aki sajnál. A mesterséges intelligenciának teljesen mindegy. Be van kapcsolva, ki van kapcsolva, van, nincsen, mert ő nem tudatos semmire, ez csak imitáció. Jó? És ide kapcsolódik egy kérdés, lehetőleg kapcsolható ehhez. Az élőlény minek hatására jön arra rá, hogy ő lélek, aki Isten része? Ez is fontos, igen, kérdés, hogy hogyan élőlény rájön, mire hatására. Hát elsősorban, amikor egy kicsit kezd lenni tudatos, amikor nem tudatos magáról, és csak automatikusan éli az életet, akkor ő csak így pislog, tapasztal dolgokat, de nincsen tudatosítva, hogy ő egy lélek. Amikor kezd tudatosra válni a lélek, és vizsgálni kezd egy kicsikét a különbséget én és a test között, akkor, és tanul információt, akkor tudás fényében kezd ezt tapasztalni, érezni. Például megérti, hogy
Aha, hogy mi a lélek tulajdonságok? Mert először kell tudni, hogy mi a tulajdonságokkal, milyen tulajdonságokkal rendelkezik lélek és a test. Hogyha nem tudjuk, akkor nem tud, akkor nincsen esély embernek tapasztalni vagy megérteni, hogy én lélek vagyok. És amikor van különbség, van információ, tudás, hogy a test az tudatlan. Az csak kombináció a vegyi elemeknek, és kész. És addig mozog a test, ameddig lélek benne van. Amikor lélek már nincs benne a testben, akkor test már mozdulatlanul bomlik. És hogy a tudattal a lélek rendelkezik. Mint ebbe az univerzumba, most csak azért világos van, mert van egy nap. A nap, mint egy lélek egész univerzumnak. Ahogy csak nap eltűnik, mindenhol sötétség van. Ugyanúgy, ahogy csak megjelenik lélek egy testbe, akkor az be van ragyogva tudattal, és bárhol minket érintenek, mi mindenhol érzünk, mert mint a nap a fényével beragyogja a univerzumot, a lélek, ha már itt van, beragyogja tudattal az egész testet. És akkor elsősorban gondolkodás által, analitika által ember képes ezt így megérteni, tapasztalni. Ez az első lépés, nem lehet ezt átugrani. Először ez. Utána, amikor valaki kezd lelki gyakorlatokat végezni, mert ahhoz, hogy mélyen megvalósított tudásod legyen, hogy lélek vagy, akkor kell cselekedni, mint egy lélek. Le vannak írva a tevékenységek, mit kell csinálni, és amikor cselekszel, mint egy lélek, akkor jön a megvalósítás, hogy lélek vagy. Akkor még egyszer összerakunk. Első lépés, hogy én lélek vagyok, megértés, ez intellektuális, logikus, informatikus szinten kell, hogy történjen. De ez még nem belső. A belső, ez a következő lépés, hogy én gyakorolok lelki gyakorlatokat, és így mélyebben megértem. Köszönjük. Lili kérdezi, hogy milyen mértékben vagyunk kötelesek eltűrni a fájdalmakat, a szenvedéseket. Egyáltalán mit jelent az eltűrés, és miben nyilvánul meg? Valamint szükség esetén enyhíthetünk-e a szenvedéseken, ha a helyzet megkívánja? Tűrni azt jelenti, hogy szenvedni. Hát az valaki tud végtelen fokig tűrni, valaki kevésbé, de itt az egész életünk nem arról szól, hogy tűrjünk. Hogy ez azt jelenti, hogy én elismerem, hogy egy szenvedő lélek vagyok, én egy áldozat vagyok, és tűröm. Ez nem helyes hozzáállás, mert nem ez a természet a léleknek, hogy tűrjen és szenvedjen. Hanem, hogy ember érti, például, hogyha mi megyünk iskolába, és kaptunk egy kettest, vagy egyest, hát lehet kettő dolgot csinálni, tűrni, hogy én mindenből egyes kapok, és áldozott vagyok, vagy ez egy jel nekem, ha nem tanultam meg a leckét. És hogyha én megtanulom a leckét, elfogadom, jó, hát igen, nem tanultam, akkor ezt kaptam. Ezt el kell fogadjam. Akkor intelligens ember mondja, jó, akkor azt jelenti, hogy mit lehetne tenni, hogy ne tűrjek többet. Meg kell tanulni a leckét. Megtanulom a leckét, ötös kaptam, és akkor minden rendben van. Szóval ezek a szenvedésen, ez az egyesek. Amikor a leckét nem tanultam, az élet leckét nem tanultunk meg, akkor kapunk egyesek, ami fájdalom, kényelmetlenséggel jár. És akkor ezt elfogadom. Hát ez ki miatt történt? Hát én miattam, én ezt értem el, én csináltam meg ezt, és akkor jó, akkor rendben, most meg kell tanulni azt a leckét, megnézni, vizsgálni, mi az, amit hibáztam, mi az, amit kell javítani, és mikor megjavítok, akkor vége a fájdalmaknak. És megint ez nem tűrni kell, mert ez végtelenségek lehet tűrni, vagy fordítva, ez csak egy szenvedés, hanem elsősorban
elfogadni, hogy ez az én miattam van, a másik, hogy akkor mit csináljak, a jövő közöbe, közel jövőben ne kapjam még egyszer, vagy egyre erősebb fokozatban ne kapjam ezeket a szenvedéseket. Vagy megint valamikor, mondjuk most nem tudjuk rögtön javítani, például valaki nagyon beteg lett, és ebben az életben lehet, hogy nem fog meggyógyulni. Jó, akkor itt van egy másik megoldás. Lelki gyakorlatokban lehet venni menedéket, és mikor én megvalósítást szerzek lelki szinten, akkor bármi van, akár hogy rohadjon a test, vagy bármi történjen, az nem fog már nekem fájdalmat elmének szerezni, vagy okozni, hogy tűrjek. Akkor én megvalósítást kapok, hát nem vagyok ez a test, ez a gép. Jó, most ez már összejött, ez már nem lehet javítani, de hát ez nem zavar meg a boldogságomat. Szóval így ez a lényeg, szóval nem kell csak így tűrni ilyen kilátástalanul, hanem tanulnunk kell az életből, és azok a személyek, akik lelkileg fejlettek, ők számára nincsen szenvedés. Köszönjük. A következő kérdés egy rövidebb kérdés. Mit szimbolizál a pók, és miért félünk vagy irtózunk tőle? Már aki fél vagy irtózik tőle. Hát valaki a póktól fél, valaki gyiktól, valaki a kigyótól, mindenki valakitől, valaki a mély víztől, valaki a zárt helyről, valaki a magasság tériszonya van, mindenkinek van valami. És ezek fóbiák, ez a mindenféle szamszkárok, a traumák miatt kialakultak nálunk, és ezért mindenkinek sajátja. Aztán vannak a babonás dolgok, a pók. Én egyszer emlékszem, mielőtt védikus írásokat olvastam, egyszer kaptam kezembe babonás könyvet, orosz. Nos, akkor hogyha valaki vödőrrel keresztbe sétál az úton, nem tudom, magyarok ezt hallottak-e, akkor üres vödőrrel valaki keresztbe sétál, akkor ez nagy baj. Azt most a jobbról vagy balról, megint jobbról jó, balról nem, akkor üres vagy teli vödör, akkor a pókot, hogyha reggel látsz, akkor jó, este nem jó, akkor mi volt a fekete macska, akkor megint jobbról megy, vagy balról megy, az annyi sok minden lehet, de komoly ember ezekkel nem foglalkozik. Miért kell? Mert ha én egy lelki dolgokkal foglalkozok, fejlődők, engem ezeket nem tudnak érinteni. Meg vagyok védve minden pókoktól, hát a kuloncstól, hogyha kapok fertőzés, és akkor lehet, hogy beteg leszek, de most a pókok, meg ilyeneket, ez nem, ne foglalkozunk ezekkel. Valaki akarja foglalkozni, de foglalkozon egészségére, de nem befolyásolja az életünket most ezek a dolgok. Félni, hát meg kell értsünk, jó, akkor kaptam valamilyen élményt, ez a szamszkárt, a póktól, vagy valaki, valamilyen más élőlénytől, és az elmém egy összerakja, amikor látom ezeket a kor, vagy félek, vagy undorok, vagy valami. Jó, akkor kerüljöm ezeket, foglalkozom nem ő velük, hanem a saját fejlesztésemmel, fejlődésemmel, önismeretemmel. Köszönjük. A következő kérdés egy nagyon érdekes kérdés. Mindenkinek van konkrét életfeladata? Ha igen, akkor honnan tudjuk, hogy a miénk mi? Igen, nekünk van kettő féle feladatunk az életünkben. Az egyik a legfontosabb, és a másik az jó, hogyha van, de nem baj, hogyha nincs. És akkor elmondom ezt a kettőt. Akkor az egyik az, hogy én vagyok, mikor megszületek, kapok egy testet, és egy guna karma, úgy mondja a Bhagavad Gita, hogy egy természetet. Ez azt jelenti, hogy én vagyok hajlamos bizonyos a cselekvésre, tevékenységre, például művészet,
vagy igazgató, vagy adminisztrátor, vagy tudom, üzletember, vagy egyszerűen két kézzel valamit kreálok. Szóval vannak ezek a karmikus természetem, és van, ami legfontosabb, amit mondtam, hogy mindenki lélek. És ebből szempontból mindenki számára, akár 7 milliárd emberre, az életnek az értelme az, hogy megvalósítani, hogy én lélek vagyok. Ez mindenkinek egy út, egy dolgot. És hogyha minden más nem valósítottam meg, de hogyha ezt megvalósítottam, tökéletes boldog leszek. Tökéletesen. A másik, az az anyagi szféra, az pont, hogyha én mivel foglalkoznék az életemben, akkor én fogok menni gyárba dolgozni, és ott jó érzem magamat, mert jöttem, műszakot ledolgoztam, átolzék, kapom fizetést, és egy van egy biztonság. Vagy valaki mondja, nem, én üzletet csinálok, vagy valami más, valaki zenél. Ezek a másodlagos dolgok, ahol ember keresi magát, hogy én ki leszek, író, vagy üzletember, vagy munkás, vagy vezető. Ezek eszközök ahhoz, hogy megvalósítsam és teljesítsem a saját vágyaimat, és a természetem szerint éljek, amikor természet szerint dolgozok, akkor nekem felszabadul a kapacitás jobban lelkileg fejlődni. Sokszor, amikor ember nem találja saját magát a világban, én nem tudom ki vagyok, az anyagi szempontból, és elmegy olyan munkát végezni, ami nem az ő természete, akkor annyira le lesz terhelve, hogy nem fog tudni, mondjuk nem lesz kapacitás a tudatjába lelki fejlődésre. Szóval, mikor az egyik segíti a másiknak, a legfontosabb a lelki, de ahhoz, hogy könnyebb lelkileg fejlődjek, ahhoz a természetem szerint kell dolgozni. És ezt asztrológia által meg lehet nézni, vagy a szakértőkkel tanácsot kérni, és hamarosan ki lehet deríteni, hogy nekem az én életemben mivel jobban foglalkozok. De mindig kell értsenem, mert sokszor ember gondol, na megértetem, hogy én kell, hogy legyek egy bizniszember, vagy politikus, és akkor most ez megvalósítom, sikeres vagyok. Ez hiba, mert ezeknek megint azért kell megérteni, hogy mi a társadalomban, mi a szerepem, hogy ez jobban tud nekem segíteni, hogy tudjak lelkileg fejlődni. Szóval ez egy nagyon fontos pont, hogy kettő dolog van nekünk. Ezt próbálok így hangsúlyozni a nézőnknek, hallgatóknak, hogy akkor van ez a kettő pont. A legfontosabb lelki megértés, a többi kell, hogy segítsen, az elsőt, a lelki fejlődést. Te értettél? Persze. Remélem, ti is értettétek. Minden bizonnyal. Oké, következő. Hogyan lehet a teremtő energiaszintet növelni magunkban? Ez megegyezik a tűzenergiával? Egy kicsit általános kérdés, teremtő energia. Mit jelent, hogy nevelni teremtő energiát, mert először meg lehet vizsgálni, hogy hát most nem tudom, mire gondol a kérdező, mi ez a számára, ő mit ért az alatt a teremtő energia. Hogyha én mondanék most általában, teremtő energia minden élőlénybe ki van már bocsátva annyi, amennyire megérdemeltünk. Például valaki tud teremteni csak egy levest konyhába, de valaki tud teremteni egy reptéret bonyolult rendszerrel. Ugye? Valaki tud teremteni egy várost, de bolygót már ember nem képes teremteni. Szóval nem fontos, hanem Isten megadta, ahhoz, hogy te megvalósítsál magát, akkor neked már megvan adva a te teremtő energiát, teremtsd magadnak dolgokat a természeted szerint.
mert korlátlan teremtő energia az csak Istennek van, mert ő korlátlan bolygót, korlátlan lelket megteremtette. Ezért, hogyha ember inkább azt gondolja a teremtő energia, mint egy szabadság a tudatomba, úgy mondják, hogy felszabadulni a feltételekhez kötöttség alul, az egy másik dolog, mert általában a karmánk, ez lekorlátozza minket, ezért a teremtő kapacitásom a karmám szerint van. Hogyha én lelkileg fejlett vagyok, akkor a tudatom kilép a határok belül, és akkor korlátlan lesz a tudatom. De a teremtésre nekünk nincs szükség, nekünk a szeretetre van szükség. Ez a legfontosabb. És a lelkileg fejlődés, ez nem azon mérhető, hogy nekem most mennyi teremtő energiám van, hanem mennyire önzetlen szeretetre vagyok képes. Ez a léleknek a természete, erre kell törekednünk. És ez a szeretet, azt meg kell teremtenünk magunkba, az tökéletes helyzet lesz akkor. Köszönjük. Következő kérdés lehetőséget ad arra, hogy kicsit beszéljünk az ősi-indiai gyógyászatról. Hány órakor melyik szervünk működése aktivizálódik, és mit érdemes ebben az időben csinálni? Én elmondom az elveket egyszerűben, és utána minden szervünk valamilyen elemhez csatlakozva van. Ugye van öt elem, Bumir, Apona, Lova, Jur, Kam. Föld, az a legdurvább, hogyha megyünk így, föld, víz, tűz, levegő, éter. Ezek az elemek, és a mi elemeknek a bizonyos kombináció osztódik három kategóriára, dósákra, kapa, pita, váta. Mondjuk a föld és a víz, ez a kapa, akkor a tűz és a víz, ez a pita, és a éter és a levegő, ez a váta. Ez most mit jelent? Ez összelenti, hogy például a tűzenergia, az a pita. És nálunk négy óránként változik a szerveknek a működése. Szóval nem egy komplex, néhány szerv, ami tartozik egyik csoport dósához, az együtt aktiválódik, és utána inaktiválódik. És akkor most ezt megnézhetünk. Reggel akkor a 10-től 2-ig, kezdjünk a reggel 10-től, délelőtt 10-től, aztán kijövünk vissza. 10-től 2-ig, akkor a pita. Reggel 10-től. Ez azt jelenti, hogy akkor minden ilyen legjobban emisztési rendszer szervezetbe aktív. Legjobban. Minden, ami kapcsolódik az emisztéshez, összes szerv, az a legnagyobb aktivitás kap. Reggel 10-től 2-ig. Ez 4 órában. És utána 2-től 6-ig a váta. A váta, minden szerv, ami a váta, a levegős ételrel van kapcsolódva, akkor az aktív. Utána 6-tól este 10-ig aktív a kapa. Ez azt jelenti, minden, ami föld és a vízzel kapcsolatban van, akkor mindenféle nyálka aktiválódik, mindenféle kenőanyagok aktiválódnak a szervezetben, ez minden jól működik. És egy kicsit nyugisabb a szervezet. Amikor kapa, akkor egy kicsit nyugisabb, megnyugszik minden. Ezért mondjuk lefeküdni nagyon egészséges, már este 6-tól 10-ig. 10 után nem jó feküdni. Nem egészséges, mert 10 után megint pita, megint tűz. És minden, ami tűzzel kapcsolatban van, pitával, a
akkor aktiválódik. Ezért az ember ezt tud tapasztalni, gondolom a nézők is tapasztaltok. Körülbelül 8:30-9 kezd, jön az álmosság, mindenki nagyon álmos. De hát a Dallast, azt meg kell nézni, mert az 10:30-ig tart. És akkor ember először küzd az álmossággal, és próbál nézni, és mikor 10 órában bekövetkezik, ember már nem tud elaludni. Elmegy az álmosság. Mert a pita az egy ilyen aktivitást indítja. És 10 óra, hogyha 10-ig nem aludta el az ember, akkor leggyakrabban elmegy konyhába. Mert van pita, emisztési rendszer beindult, nem szabad enni, nem azért indult be, hogy ember egyen, de mivel, mert akkor inkább, hogyha ilyenkor elalszik az ember, és pita aktiválódik, akkor nagyon szépen mennek a funkciók a szervezetbe. Csak ember gondolja, hogy enni kell, és ez nem jó, és akkor elmegy enni 10 után, nem tud elaludni, és akkor ez 10-től 2-ig, és akkor 2-kor elalszik, de már nem lesz olyan jó alvás, mert 2-től 6-ig a vátá. A vátá, ez mozgás, és ezért azok, akik rendszeresen 2-kor fekszenek, gondolom, ők is tapasztaltak, hogy főleg 4 után, amikor jobban vált aktív, ember 4-5 után nehezen alszik már. Szóval nem lesz mély alvás 2 után. Persze akkor indul még mozgás, ez azt jelenti, méregtelenítés is indult a szervezetbe 2 óra körülbelül után. És 6 órakor van egy ilyen ellenmondásos dolog, hogy a nap már kényszeríti dolgozni, de a kapa aktív. Ember álmos lehet. Azok az emberek, akik hajnalba kelnek, 2-3 körül, 4 körül, 6 óra után mindig éreznek egy kis álmosságot, ilyen 9:30 körülbelül. Valamikor, hogyha tél van, akkor nap kelteik, egy kicsit nehézséget éreznek. Szóval így működik inkább, én így mondanék a szerveket, mint a csoportosítva, nagy elvekbe, mert ez fontosabb tudni, mint pontosan pont melyik szerv, meg is van persze vese, hova tartozik, minden, de így nagy globálisan az elegendő mindenkinek tudni a dóság szerint. Általában ajurvédés ezt tanítja, inkább nézzünk így, akkor tudjunk például, meg gyorsan átmegyem ezen is, hogy mivel van 6-tól 10-ig a kápadósa aktív, akkor nem túl erős az emisztés, ezért a reggeli az ne legyen túl nehéz sokszor. Jobb egy kicsit lágy reggeli. Az ebéd, az már 11-kor lehet ebédelni, az legyen erős, mert akkor a nap legmagasabb pontban van, aktivál mindenféle tüzet jobban a szervezetben, ezen múlik a mi emisztésünk a napon, akkor jót lehet emiszteni. És este, amikor a hold aktív, és akkor azért a kápa aktív, 6 után általában, ezért például a gabonát estére nem annyira jó, mert a gabona nehezen emészthető, és a gabonát érleli a nap, érleli, ezért ahhoz, hogy egészségesen megemésztjünk a gabonát, ahhoz kell a napnak az ereje délbe. De este lehet enni azt a terméket, amelyiket a hold érleli. És a hold érleli a zöldségeket sokszor. És akkor ember, aki eszik zöldségeket, akkor estére, akkor nagyon jól tud aludni, és frissen fel kell. Hogyha gabonát eszik, akkor megnövekszik az alvás óra száma, és nehezebben kell, mert tompább lesz, mert nem emészthető rendesen éjszaka a gabona, és csak toxin lesz belőle. Röviden. Ajurvéda. Köszönjük. A következő kérdés egy másik téma. Hogyan kezdjük hozzá az önmegvalósításhoz, ha még mi magunk sem vagyunk tisztában arról, kik vagyunk és mi a kapcsolatunk Istennel, a világgal? Na, ez a kérdéssel kezdődik az önmegvalósítás. Önmegvalósítást, hát senki se
nincsen otthon a dolgokba, ahol, amit most felsorolta, nem tudjunk, kik vagyunk, persze, ezért kérdésekkel kezdjünk. Ki vagyok én, miért szenvedek, van-e lélek egyáltalán, mi a forrás, mi a hiteles forrás a tudásnak, kitől lehet hallani. Itt kezdődik. Általában kezdődik a sravanam. Ez azt jelenti, hogy kérdésekkel. De a sravanam az a kérdésekkel, hogy halljuk a válaszokat, ahhoz van még egy alap tulajdonság. Na, ezt most nagyon jegyezzetek meg, hogy milyen tulajdonság ahhoz, hogy én ténylegesen elinduljak az önmegvalósítási útján, akkor egy tulajdonság kell, hit, bizalom a tudásba. Hogyha nekem egy hiteles személy tanít, akkor én hiszek, hogy ez így is van. Most még nem tudok ellenőrizni, de elfogadom, mert vannak bizonyos jelek, ami alapján lehet megismerni ki, aki hiteles, és akkor kezdek hallani, és hiszek, bízok benne. Ez, hogyha nincs bizalom, hitem, akkor a kételjeim miatt nem fogok sose fejlődni. De ez nem jelenti, hogy nem lehet kérdés, mert akkor jó, hogyha most valaki mondja, nekem nem értem valamit, és kételkedek, de akkor kérdezek. És amikor kérdezek, akkor a kételjeimet szét lesznek oszva, akkor tudok lépni előre. Szóval itt kezdődik, hogy hit, bizalom, és kérdezek, és hallgatok. Ez a legfontosabb. A többi majd fog adódni. Köszönjük, ide kapcsolódik a következő kérdés. Kire mondjuk azt, hogy az önmegvalósítás útját járja, és mik a tulajdonságai az ilyen embernek? Ki, hogyan lehet felismerni? Igen, mik a tulajdonságai, és ki az, aki az önmegvalósítás útját járja? Ez is jó kérdések, köszönöm szépen, mert ez egy nagyon komoly kérdések, de egy kicsit fogok tisztítani a kérdéseket, jó? Mert ki az, aki önmegvalósítás útját járja, ez nagyon-nagyon tág dolog lehet. Mert az első teljesen, aki most kezdte, ő is már járja, és az, aki már tökéletes szinten van, az is járja. Nem ugyanaz, mert hogyha őt leírjunk ki, aki már elérte a célt, akkor egyféle tulajdonságokról kell beszélni. Azokról, aki elkezdték, mások tulajdonságokról beszélni, és ezért lehet úgy mondani, hogy ki az, aki már megvalósította, és ki az, aki kezdi. Aki kezdi, már elmondtam. Hogy az, aki kezdi az utat járni, neki van bizalom és hitje, hogy ez a tudás, ez biztos meg tud nekem adni olyan dolgokat, ahol máshol nem kapok. Így lehet felismerni, aki elkezdte járni az utat. Aki már nagyon jó halad, aki már sztitak dhír muni, ugye Bhagavad Gita-ban is Arjuna kérdezi Krishnától, hogy tudok felismerni, egy Bhagavad Gita-t szeretnék kérni, hogy hogyan tudnék felismerni ezeket a bölcseket, akik megvalósították az ön megvalósítási útját, gyakorlatokat. Köszönöm szépen. És ez itt a második fejezetben Arjuna ezt megkérdezte, és mondta rögtön, hogy hogyan beszél, hogyan cselekszik, hogyan reagál, amikor jó vagy rossz éri őt. Ezeket a kérdéseket tette fel Arjuna, mert a megvalósított embert lehet felismerni a beszédről, a cselekvésről, hogyan kontrollálja a tudatot, az alapján lehet felismerni, és hogyha valamilyen helyzetbe kerül, kényelmes, kényelmetlen, akkor arra hogyan reagál.
Ezt kérdezte itt a második fejezetben Arjuna, Krishnától, és akkor Krishna kezd válaszolni, most nem biztos, hogy rögtön megtalálom, de elmondom. Prajahatiyadekaman sarvan partha manogatam. Azt mondja, hogy ezt az embert úgy lehet felismerni, hogy prajahatiyadekaman sarvan partha manogatam. Hogy ő legyőzte az elmét, a tudatot, vagy az elmét. Mert az elme az általában nekünk a szenvedések, akkor a ingerek azonnan jönnek, stresszek. És az elme szétszórja embernek a tudatot. Az, aki elérte, akkor legyőzte az elmét. Ő kontrollálja, ő uralkodik az elmén, és ő nagyon összpontosított. Erről így kezd beszélni, hogy ember fegyelmezett tudatilag belül. És utána mond, hogyha hogyan cselekszik, hogyan beszél, mindig beszél tiszta szavakat, beszél mindig olyan témákat, ami segít mindenkinek fejlődni lelkileg. Amikor anyagi energiával kapcsolatba lép, akkor ő olyan, mint a teknős béka. A teknős béka, amikor kell, cselekednek, és kinyújtja a kezét, a fejét, vagy a lábait, és akkor cselekszik, amikor nem kell, akkor visszavon. És ez az ember, ő megcsinálja pár kötelességet, ami neki meg kell csinálni a világban, hogyha már nincsen fontos dolog, akkor nem fog leülni és nézni a dalaszt, hanem befele fordul, és lelki fejlődéssel foglalkozik. És amikor jönnek a nehézségek, akkor ez nem zavarja meg őt egyáltalán. Így azok, akik elérték a fejlődési szintet, akkor ők körülbelül így lehet őket felismerni. Aztán még kicsit később az 5. fejezetben is Krishna mond, hogy yoga yukta, hogy azok, akik ezt a jogát, yukta, gyakorlok, akik gyakorolnak a jogat, yoga yukta, visuddha atma, aki, amikor már megtisztul az átma, az elméje. Mert átmát lehet mondani testre, átmát lehet mondani elmére, és átmát lehet mondani a lélekre. Ebben a szókörnyezetben az elme, visuddha atma. Amikor megtisztult az elméje, akkor vijitendriya. Ez az ember uralkodik az érzékeken. Ez azt jelenti, hogy ő sose fog megbántani másokat. Mert miért valaki agresszív lesz, támad másokat? Mert nyugtalan az elméje, nincs kontroll alatt, akkor érzékek sincsenek kontroll alatt. Hogyha megnézel azt ezeket a fekete péntekeket, a YouTube-on vannak videók, hogy emberek mikor berántanak a boltba, verekszenek ott, igazi pankrációt rendeznek. Ez pont ellentétes. De az, aki kontrollálja, vagy az, aki fejlett, ő fegyelmezett. És ami érdekes, hogy akkor ő nem lesz agresszív, hanem sőt, amikor békés az én elmém és a érzékeim kontroll alatt vannak, akkor máshogyan látom a többieket. Akkor látom, hogy ez egy kedves lélek, az egy kedves lélek, ez egy kedves lélek, mindenki nagyon kedves számomra, és én szeretnék ők miattok valamit csinálni, nekik egy jót tenni, segíteni, hogy fejlődjenek, és így tovább. Tehát így lehet látni, hogy ennek az embernek, aki megvalósított, nincsenek ellenségei. Ő mindenki értékeli, és mindenki javára cselekszik igazából. És nem azért, hogy PR csinálja, vagy pályázatot csinálja, kapjon pénzt, mert ő karitatív dolgokat csinál, hanem neki a belső látása ilyen. Szóval láthatjuk, hogy igazából a karitatív csak az lehet, aki önmegvalósított, akkor ott nincs hátsó szándéka, mert nyugi az elme, érzékkontroll, az azt jelenti, hogy én nekem nem akarok tőled semmit. Én csak adni akarok. Akkor ez a fejlett szint. Hogy lehet felismerni valakit. Ő ad.
Jó? Köszönjük. Egy gyakorlatiasabb kérdés következik. Ugye volt szó arról, hogy a lelki fejlődéshez kell a szakértők társaságát keresni, és többen is kérdezték, hogy mi van akkor, hogy a messzebb laknak a templomtól, vagy az olyan emberektől, akik szakértők, akkor mit lehet tenni, mennyire fontos ez, mennyire fontos templomba járni? Fontos, de általában vannak most szerencsére ebbe a globalizációs világban, ahol már nem sokára 5G internet fog megjelenni, van ez a virtuális lehetőségek, és hogy rendszeres, ez azt jelenti, van különféle rendszeresség. Naponta, vagy 3 naponta, vagy hetente, vagy havonta így lehet járni a központokba, vagy templomokba, de milyen rendszerpult például mi hozunk létre, az egyik, ez a városokba építjünk közösségeket, és lehet csatlakozni a városi közösségekhez, mert persze van 2 főközpont, ez a Krisna völgyi, meg a budapesti lélek palotája, de vannak városokban, vidéken. Aztán, hogyha tud valaki környezeti helyekről csatlakozni, és legalább havonta jönni, az jó. Hogyha nem, akkor ezért mi fejlesztjünk az online rendszert. De online rendszer sose fog helyettesíteni, az sokba fog segíteni, de az nagyon fontos, még hogyha most nem értjük, hogy ez miért így van, de elfogadni fontos, hogy nem fogok tudni elérni a legmagasabb szintet az online által. Miért? Mert ugyanúgy, hogyha én beteg vagyok, és a YouTube által kezdek magamon gyógyítani, akkor lehet, hogy meghalok. Miért? Mert nekem kell, hogy szakértő jöjjön, és diagnosztizáljon engem. Mert mikor én hallgatok, nézem előadásokat, akkor az átlagban mindenkinek szól általában. De pont nekem az én diagnosztikámhoz szóljon valami recept, ahhoz kell nekem egy élő kapcsolat. Ez az egyik. A másik, hogy a lelki energia valamilyen szinten átmegy online, de igazi, amit mi tudunk kapni a szentektől, az teljes mértékben megy át az online keresztül. Az csak szívtől szívbe, élőbe, offline-ba fog menni. Ezért valamilyen szinten jó, lehet akkor online, most csináltunk bhakti yoga csoportot, nem is most, hanem rég, már a Facebookon, ahol 1500-an lettünk ezen a héten, bhakti yoga, bhakti padászal, lehet oda csatlakozni, ott fejlesztjünk, hogy rendszeresebb és többféle segítséget kapjanak azok, akik akarnak fejlődni. Igen, de próbálni legalább, hogyha már nem tudjunk havonta, akkor fél évente, vagy negyed évente, de valahogy valamilyen programra, ahol offline mindenki van, oda, mert ország, kicsi az ország, Magyarország kicsi. Szóval itt el lehet jutni 2 évben bárhova, ebbe az országban, még hozzánk jönnek Szibériából is emberek évente, ezt meg lehet oldani. Aztán idővel, hogyha több városban alakulnak új közösségek, akkor lehet csatlakozni oda. Köszönjük. Van egy nagyon érdekes, de nagyon összetett kérdésünk. Krisna tudat mit gondol a más vallások által említett csodatételekről? Elképzelhető-e, hogy Isten különböző korokban és kultúrákban másképp szólítja meg az embert, akár több hiteles valláson keresztül is? Lehet egyszerre több igazságról is szó ebben az értelemben? Rögtön a végére mondom, hogy több igazság nincs,
egy igazság van, vagy egy Isten van, de másféleképpen szólni lehet. Bizonyos embercsoportok különböző tudatállapotban vannak, tudott szinten vannak, azért nekik lehet az ő szövegkörnyezet, vagy hát mondjuk tanítás, vagy mondani való különbözik, nem mondani való, hanem maga a mondat különbözik a másik külön csoporttól. Az igazság, az abszolút igazság ugyanarról lesz szó, hanem másképpen lehet valamit kifejezni, mondani. Az lehet is több hiteles hát vallás, vagy inkább a vonal, a gyakorló vonal lehet több. Mit mondjak még ehhez? Igen. Csak egy példát mondom. Van négy kategória ember, ami Bhagavad Gita-ban, itt a 7. fejezetben, akinek még nincsen Bhagavad Gita, kommentekbe jelentkezzétek, hogy szükség van Bhagavad Gita-ra. 7. fejezetben Krishna már mondja, hogy van négyféle ember, aki elkezdheti lelki gyakorlatokat. Arta, artatha, jigyasu, gyani. Ez azt jelenti, vannak szenvedők, vannak gazdagságra vágyók, kíváncsiak és lelki tudásra vágyók. Vannak ezek a személyek, és lehet, hogy mindenkihez kicsit máshogyan kell szólni. De ugyanazt a dolgot más fényével, más szemszögből prezentálni. De mindig ugyanarról kell beszélnünk, mert igazság csak egy. Szóval így. Mert szenvedő embernek, aki szenved ebbe a világban, akkor egy olyan szinten kell beszélni, hogy a mondjuk a lelki dolgokat össze kell kapcsolni a szenvedésnek a megszüntetésével. Az, aki gazdagságra vágyik, neki hiába beszél szenvedési szempontjából az abszolút dolgokról, az nem érinti, akkor pont hozzá kell beszélni a más szintről. Aki a tudásra vágyik, annak megint nem a szenvedésre, mert ő nem szenved, annyira nem érinti őt szenvedés életbe, akkor neki kell adni intellektuális dolgokat. Akkor intellektuális szempontból be kell mutatni az abszolút igazságot. A kíváncsi embert egy másik perspektívából. Szóval így helyes a kérdés, hogy lehet máshogyan, de több igazság nincs. Köszönjük, egy nagyon személyes kérdés is érkezett, de más is tud belőle meríteni, biztos másnak is hasznos lesz. Norbi kérdezi, abban szeretnék véleményt kérni, hogyha valakinek orvos ír ki nyugtatót, bűne, ha szedi. Haláleset miatt nem tudtam aludni 2 hónapja, és az orvos nyugtatót írt fel. Sajnos most már nem tudok gyógyszer nélkül aludni. Mit tegyek? Folytatni kell gyógyszert szedni. Nekünk ez most már adott helyzet, és nekünk nem szabad meghalni, hanem folytatjunk, szedjünk a gyógyszert, de próbáljunk lelkileg fejlődni. Igen, ez egy nehézség lesz, mert gyógyszert, szóval nyugtató egy kicsit módosítja a tudatot, de nem baj, mi mindig, hogyha én gyakorolok lelkileg, akkor tudok fejlődni, nem probléma. Szóval ez fontos. Szedjünk, de akkor lelkileg fejlődjünk. Nem szabad felelőtlen lenni, és abba hagyni. Hogyha orvosok megfigyelés alatt ők mondjanak jó, akkor lehet kicsit csökkenteni valami, de ez csak orvos engedélyével megfigyelés alatt kell csinálni. Ezt a felelősséggel kell ehhez állni. És nem bűn. Nem bűn szedni gyógyszert, főleg, hogyha én azért szedek, hogy kicsit jobban képes legyek pihent lenni, hogy tudjak utána lelkileg fejlődni. Akkor ez még rá kicsit segít nekem, hogy fejlődjek, mert másképp rosszabb lesz se, hogy nem fogunk tudni fejlődni. Jó? Miért esnek az emberek a hamis spirituális tanítók csapdáiba? Miért nem ismerik fel, hogy egy illúzióban hisznek, amikor az energiákról és az e köré épített gyógyításról beszélnek? Miért ruházzák fel hírnévvel és hatalommal ezeket az embereket?
ki a hiteles, misztikus ember, és mik a tulajdonságai? Hmm. Erről már volt szó. Uh-huh. Ennyi? Igen. Még a misztikus emberről még nem volt szó, nem beszéltünk még. Ez jó. Mennyi az időnk, mert most nekünk leállt az óra. Még van 5 percünk. 5 percünk van. Uh-huh. Hát elsősorban nem kell elítélni senkit, hogy miért ők ilyenek, mert valaki energiákezetőrikos, és akkor megragadt misztikus dolgokba, hanem van egy természetes fejlődés. Az ember először többség csak hiszi, amit lát. Van ez a test, én vagyok a legfontosabb, legokosabb, legjobb, legszebb, kész. És akkor nincsen semmi megértés, kapacitás Istenről. Aztán egy kicsit, mikor kezd foglalkozni dolgokon, nyílik, akkor képes felfogni, hogy van valami energiák, vibrációk, misztika. Az egy szint. Ez egy nem rossz. Ez egy fokozat. Mert ott a őszinte ember elérezte a fokozatot, ott akkor kérdezi, jó, akkor ki a forrás ezeknek a misztikus dolgoknak, ez fölött mi van? Mi az, ami még magasabb, nem csak a rezgések? És akkor lép tovább a forráshoz, keresi, kutatja. Először ő úgy felfogja, ugye megint az első szinten ember nem fog tud felfogni Istent. A másik szinten, amikor már vibrációk, energiák, ezotéria, akkor ő azt gondolja, hogy ez az energia, ez az Isten. Ő így látja. Nem tud magasabb szinten felfogni, hanem van egy magasabb szintű felfogás. De hogyha nem, de egy probléma van, hogy ezek vonzó dolgok, és sokan megragadnak itt. És azok, akik megragadnak, nem tudnak lépni tovább, és akkor ők megmaradnak. Rezgések, vibrációk, energiák, akkor mi van? Még misztikus dolgok, és akkor nem lépnek. Az őszinte ember tovább tud lépni, és keresi, hogy ki a forrás, és neki van esélye egy megfelelő, megint hiteles tanítások által ahhoz jutni, hogy Isten egy személy, ő a forrás mindennek, és magasabb dolog nem a vibrációkkal foglalkozni, hanem fejleszteni a bhakti, jóga által viszonyok, szeretett viszonyok, abszolút igazsága, vagy Istennel, aki személy. Így mennek a dolgok. És csak sokan megragadnak. De ne ítéljünk azokat, hát mik ott vannak még, de próbáljunk barátkozni velük, segíteni, legyünk pozitívok hozzájuk, mert amikor ők ott sokat kipróbálják, akkor egyszer csak rájönnek, oké, mi van ez fölött, és akkor lépnek följebb. De ha elkezdünk ítélni őket, hibáztatni, akkor eltávolítjuk őket magunktól, és ő nem tudnak kapni tőlünk segítséget, hogy lépjenek felől, és akkor ott meragadnak még jobban. Nem kell. A misztikus képességek, hogy lehet felismerni, ki a leghitelesebb és legnagyobb misztikus képességekkel rendelkezik, megmondom. Elmondom a végére egy sztorit, egy történetet. Következőképpen történt. Indiában, majd meg tudjátok nézni interneten, van egy fesztivál, Kumbh Mela, Prayag, ahol 3 szent folyó torkolik egybe, Saraswati, Ganges és a Yamuna. És ott, most nem mesélek, hogy van egy történet, hogy miért 12 évente összes jógi, minden misztikus személy oda gyűlik egy fesztiválra, de lényeg, hogy van kisebb, de 12 évente legnagyobb fesztivál van, a kis helyen több millió ember jön. És egyik alkalommal nyugati emberek is mennek oda megnézni a csodákat, a jógikat, misztikus dolgokat. És ott volt egy 700 éves jógi, nagyon ő régi. És ő olyan vezeklés által olyan erős volt, hogy az a hír volt róla, hogy bárki, aki megérinti őt, az ő lábáját, akkor azonnal, bármilyen beteg, azonnal meggyógyul. Mert a jógi fel tud saját tejasszal, ezzel a vezeklés energiával el tud égetni embernek a karmáját. És azért mentek mindenki, és ő tudta a jövőt, a múltat, a jelenet, trikalagyá,
nagyon misztikus volt, és nagyon bölcs volt, és ezért ő volt ott a fő jogi. És millió ember ott körülötte, és mindenki csak itt nézte rá, és minden szájában nézték, minden szavat nyeltek, hogy amit ő mond. És jöttek rengeteg beteg, szerencsétlen ember, hogy megértsenek a lábát, és megszabaduljanak. És a Srila Prabhupát, aki Bhagavad Gita-t írta, amerikai tanítványokkal, akik bhakti jogik lették szintén, eljött ő is erre Kumbh Mélára, és oda jött, ahol volt ez a jogi. És a többiek így voltak, ott nézték, hogy nagy jogi, igen, misztikus, és azt a haja, tudjátok, hogy hogy néz neki a jogik, ilyen varázsló az egész. És erre jön Prabhupád, ilyen egyszerű, hasonló, mint nálam a ruha, és ő is jó, és te ki vagy? Jogi, bhakti jogi vagyok. Jó, és mindenki ránézte, mondta, jó, és te mit tudsz? Te milyen misztikus képességekkel rendelkezel? Mi a te misztika, a te misztikus képességeid? És akkor Prabhupád mondta, mutatom, és behívta amerikai tanítványokat, akik bhakti jogik, bhakták lették. Bejöttek, fogták ilyen cintányi karatát, dobot, maridangát, énekeltek, Hare Krishna mantrát és táncoltak. Befejezték, és mindenki elkezdte nevetni. Ha-ha-ha, hát nagy misztika. Ide jött egy pár volt hippi, és akkor itt énekel Hare Krishna és táncolt. És akkor nevették, hogy ez mi benne a misztika. Ez se vízenjárás nincsen, se deportáció, materializáció, meg semmi levitáció nincsen. És akkor nevették, de végül megnézték a jógira, aki ott ült, ez a nagy guru. Nagy misztikus jogi, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, gondolták, hogy ő is kinevet, akkor nagy nevetés lesz. És ránézték, akkor volt egy pauza, mindenki várt, és a jogi felállt, és akkor elkezdte könnyezni a szeme, és mondta, hát igen, itt vagyok én, itt van sok jogi, és Prabhupád is ezt mondta, sok jogi van, de csak vezekeljünk, lemondásokat végzünk, de nem vagyunk képesek megváltoztatni más szívüket. És akkor a Prabhupád, igazi misztikus jogi, mert a leghippik, akik nagyon alkalmatlanak a igazi joga gyakorlatban, ők most megváltoztak, abba hagyták minden rossz szokást, és tisztán ragyogva énekelnek a mantrát, és táncolnak. És azt mondta, és ő a még nagyobb misztikus, és az én, mondja tovább a 700 éves jogi, nekem, hogy én ezeket tudok mutatni, gyógyítani, az még nem. A fő eredményem az, hogy én ennyi évig vezekelek, komoly lemondásokba élek, most kaptam a gyümölcsöt, hogy én most egy bhakti jogival kaptam lehetőséget társulni. És ez most az én fő eredményem a sok-sok-sok jóga gyakorlatnak. És könnyezett a szeme, és ő a tisztelet, hódolatot ajánlott a Prabhupádnak. És mindenki ránézett egymásra, és mondta, hoppá! Hát az a legnagyobb misztikus, aki a szenvedő lelkeknek meg tud szüntetni minden szenvedését, és boldogat ez, és adja lehetőséget, lelki élményeket szerezni, na ez a legnagyobb misztika. Köszönjük szépen a történetet. A mai alkalomra ennyi kérdésre jutott időnk, de továbbra is várjuk a kérdéseiteket a következő alkalomig, és itt megragadnám a lehetőséget, hogy bejelentsem, hogy Bhakti Paddas következő előadása a Szombathelyen lesz, 6. hó 7-én, azaz jövő hét pénteken, a Főtér 15-ben, a címe pedig Technológiák a turbulens élethez a finomabb dimenziókból. Erre szeretettel várunk mindenkit. Hogyha tetszett az adás, akkor lájkoljátok, és lájkoljátok Bhakti Pad Prabhu oldalát is, valamint Bhakti Paddast megtalálhatjátok YouTube-on is, ezen a néven, kövessétek őt.
Köszönjük szépen a figyelmet, a következő alkalommal találkozunk. Hare Krishna! Köszönjük szépen, legyitek boldogok, fejlődjetek lelkileg, és ne fázatok ebbe az időjárásban. Hare Krishna! Hare Krishna!